téli projektek a Kinizsi úti óvodában, változások az adózásban, második fél évre készülnek, nyakon szúrták a férfit. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. január 28-án 18 óra 5 perckor. A Kinizsi úti óvodában különböző projektek formájában foglalkoznak az óvodásokkal az új évben is. Tudtuk meg Molnárné Orosz Csilla tagintézmény vezetőtől. Novemberben, decemberben nagy volt a hiányzás, januártól azonban már majdnem mindenki jár óvodába. Az óvintézkedéseket maximálisan betartják, a szülők az épületbe nem jöhetnek be, de tudják, hogy így vannak biztonságban gyermekeik. Szerencsére majdhogy nem teljes létszámmal, úgyhogy 20 körül 20-22 gyerek jár egy csoportba, azok itt is vannak. Nagy szükség van erre, hisz érződik az otthonlét. Tehát a gyerekek fejlesztése szempontjából nagyon fontos, hogy itt legyenek az óvodában. Minden biztonsági lehetőséget megteszünk ennek érdekében. Szülőket nem engedjük be a folyosóra, az ajtóba átadják a gyerekeket, és ők is így nyugodtan itt hagyják a gyermekeiket. Januárban mindegyik csoport egy-egy téli projektet dolgoz fel. Varjúkárok, fúj a szél, szikrázik a hótenger, illetve elkészült a hóember. Minden rendezvényünket ugyanúgy megvalósítjuk, mint eddig, csak sajnos most a szülők kizárásával, de óvodán belül megrendezzük a rendezvényeinket. Most az év kezdéskor mindegyik csoport egy téli projektet választott, majd ahogy lehet látni a későbbiekben. Itt a varjúkárok, fúj a szél a kis csoportosoknál, a nagy csoportosoknál szikrázik a hótenger, illetve elkészült a Hóember című projektben dolgoznak a kolléganők. Örülünk, hogy leesett egy kis hó, tehát így még inkább télies projektet tudunk mutatni a gyerekeknek, illetve a tevékenységeket is úgy tudjuk tervezni hozzá. A következő projekt februárban a farsang lesz, ez is szülőmentesen. Erre majd vidám játékokkal, dalokkal, jelmezekkel készülnek, amit fotókkal, filmekkel örökítenek meg a szülőknek az óvodai zárt csoportban. Már elkezdtük itt a kis csoportba a testsémát fejlesztő mondókákkal a farsang előkészületeket. Sajnos a szülőket megint nem tudjuk fogadni, de a gyerekeket, mint minden évben, most is ugyanolyan hangulatos kis mókázásra fogjuk invitálni. Természetesen most csak mindenki a saját csoportjába. Erre versekkel készülünk, dalokkal készülünk, vidám játékokkal készülünk. Érdeklődnek is a szülők különben, hogy mit is csinálunk itt az óvodába. Dokumentáció lesz róla, mind fénykép formájában, mind felvétel formájában, amit zárt csoporton belül meg tudunk osztani a szülőkkel, és akkor így is betekintést nyernek az óvoda életébe. Az iskolába menő gyermeknél a képességfejlesztés a legfontosabb. Sok gyermeket elküldtek szakértői vizsgálatra, hogy kiderüljenek a hiányosságaik, nehézségeik, így annak ismeretében még inkább személyre szabottan tudnak foglalkozni velük a következő hónapokban a szakemberek, hogy sikeresen kezdhessék az iskolát. Nagyon hangsúlyos náluk most a képességfejlesztés. Elég sok gyermekünket elküldtük szakértői vizsgálatra, hogy még inkább tudjunk, kinek mi a nehézsége, hiányossága, tehát erre fókuszálva tudjunk velük foglalkozni. Szerencsére itt vannak a gyermekek, tehát nem csak szülőn keresztül, illetve más online csatornán keresztül kell velük foglalkoznunk, illetve ötleteket adni, feladatokat adni, hanem itt az óvodában az óvónénitől közvetlenül megkapják a fejlesztést, és reméljük, hogy minél többen el tudnak majd menni iskolába.
iskolára érett gyerekek lesznek. Vannak olyan gyermekek, illetve szülők, akik kérik még gyermeküknek az egyéb óvodai fejlesztést. A kérelmeket a szülők beadták, illetve mi segítettünk nekik, hogy ezeket a kérelmeket eljuttassák az oktatási hivatalba, és ahogy tavalyi évhez hasonlóan remélem, hogy most is, akiknek még óvodában van a helyük, azok itt is maradnak, akik meg természetesen iskolai érettek, azok mennek iskolába. Az óvodásokkal a téli napokon is sokat vannak szabad levegőn az óvodapedagógusok, ahol udvari madár megfigyeléseket is végeznek. A tavaszi rendezvényeiket pedig már az udvaron tartják, ahová talán már a szülők is jöhetnek. 2021. január 1-től több helyi adóztatást érintő jogszabálymódosítás lépett hatályba, mely jelentősen megváltoztatja az érintett adónemek esetében az adóztatás eddigi gyakorlatát. Az adóalanyok 2021. január 1-től kizárólag az állami adó- és vámhatósághoz nyújthatják be a helyi iparűzési adó bevallásokat, javításokat és önellenőrzéseket. Az elektronikus önkormányzati portálról törlésre kerültek az eddig alkalmazott nyomtatványok. A jövőben az új nyomtatványok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján a www.nav.gov.hu oldalon lesznek ANK formátumban fellelhetőek. Kizárólag az egyéni vállalkozóknak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalany vállalkozó az iparűzési adóbevallási nyomtatványt papír alapon is benyújthatja, tekintve, hogy e minőségben nem kötelezhető elektronikus kapcsolattartásra. Amennyiben a magánszemély vállalkozó a papír alapú bevallást, benyújtást választja, akkor azt az önkormányzati adóhatósághoz teheti meg. Fontos, hogy maga az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik, és az adófizetést is változatlanul az önkormányzat 1144-5145-15-41-0072-030-5-4000-es helyi iparűzési adó beszedési számlájára kell megtenni. Mester Anikó, a KIAMI Kiskulcsosi Általános Iskola Tagintézmény vezetője szerint szerencsés volt az évkezdet, s a második fél évre is készülnek már. A szünet alatt teljes mértékű fertőtlenítés volt az iskolában, így január 4-én nagyon kevés hiányzó gyermekkel indultak. Nagyon szerencsés volt az évkezdetünk, a tavalyi évet már úgy zártuk, hogy megkértük a gyerekeket, hogy mindent pakoljanak haza, kiürítettük a folyosói szekrényeket, és így egy teljes mértékű tisztításon, fertőtlenítésen esett át az iskola, úgyhogy így tudtuk várni a január 4-ét, és úgy gondolom, hogy nagyon szerencsések vagyunk, mert nagyon kevés hiányzó gyermekkel indultunk el az évben, úgyhogy minden jól alakult. A nyolcadikosokra nagy teher hárul, életük első fontos döntését kell meghozniuk a pályaválasztásról. Ehhez nagyon sok segédanyagot kaptak, sokat beszélgetnek velük a pedagógusok is, és tájékoztatják a szülőket a lehetőségekről. Elsősorban a nyolcadikosokra nagy teher hárul most, hiszen el kell dönteniük, hogy mit kezdjenek a nagybetűs életben, és az első fontos döntést most kell meghozniuk. Tehát a pályaválasztás előkészítése zajlik folyamatosan, illetve a továbbtanulási lapoknak az elkészítése, aláírása. Ehhez ők nagyon sok segédanyagot kaptak, nagyon sok kisfilmet néztünk meg, nagyon sokat beszélgettünk, és próbáltuk tájékoztatni a szülőket a lehetőségekről. És ez ugye most folyamatban van, hogy eldöntsék akkor, hogy melyek lesznek azok az iskolák, amiket megjelölnek. A második fél év fontos feladata a leendő elsősök beiskolázása. Az óvodásoknak Mikulás előtt küldtek egy tájékoztató anyagot az iskolákról. Ebben színezőt kaptak másodikosoktól, és egy ajándékkal is kedveskedtek. Már a téli szünet előtt, illetve úgy mondanám, hogy Mikulás előtt kiküldtünk egy tájékoztató anyagot a nagycsoportosoknak. Ebben az iskolánkról adtunk számot, milyen eredményeket érünk el, milyen típusú foglalkozások vannak nálunk. Egy-két képet tettünk bele, hogy mégis azért kapcsolatba kerüljenek az iskolával. Egy Mikulás színezőt kaptak a másodikosoktól, illetve nagyon aranyosak voltak a gyerekek, mert egy kis ajándékkal kedveskedtek számukra, hogy hát, ha ez is csalogató lesz
Ugyanezt szeretnénk folytatni ezután is, és ezzel a prospektussal még megtámadjuk őket a farsangi időszakban, és nagyon bízunk, mert nagy a tavaszi időszak, már lehetőséget ad arra, hogy esetleg ők az iskolát személyesen is meglátogathassák. A farsangi időszakban is terveznek hasonló kiadványt a nagycsoportosoknak. Az iskolavezető bízik abban, hogy a tavaszi időszak már lehetőséget ad arra, hogy az iskolát személyesen is meglátogathassák az óvodások és a szüleik. Mindenképpen szeretnénk sportrendezvényre hívni őket, akár a szüleiket is, és egy nagy iskolai rendezvényt, vagy majd nyilván, ahogyan azt a szabályok engedik megtartani, mert nagyon fontos lenne, azt gondolom, hogy egy képet kapjanak arról, hogy mi vár itt rájuk, illetve hát azért a szülőknek is nagyon fontos, hogy személyesen találkozzanak a pedagógusainkkal. Ahogy a szabályok engedik, sportprogramokat is tartanának a kicsikkel közösen, mert nagyon fontos lenne, hogy képet kapjanak arról, mi vár rájuk az iskolában, illetve a szülők személyesen találkozhassanak a pedagógusokkal. Most a fogadóórák és a szülői értekezletek is online formában történnek. A fogadóóráink, illetve a szülői értekezleteink online formában történtek. Ha valakinek valami személyes problémája, valami ami személyes megbeszélést igényel, akkor nyilván előre egyeztetett időpontban be tud jönni, és megtaláljuk azt a fórumot, csatornát, ahol ezt meg tudjuk oldani, de online módon jól alkalmazzuk ezeket. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei főügyészség indítványt tett egy 57 éves jászapáti nő bűnügyi felügyeletének elrendelésére, emberölés büntettének kísérlete miatt. Megrázó tudósítás következik. Az ügyészség indítványa szerint a nő 2021. január 16-án hajnali 1 órakor jászapáti családi házukban összeveszett az épp hazaérkező, munkanélküli, hosszabb ideje bódító hatású szereket használó fiával, aki a lakásban pénzé tehető vagyontárgyak után kutatott. Az 57 éves nő 2021. január 16-án hajnali 1 órakor jászapáti családi házukban összeveszett az épp hazaérkező fiával, ugyanis a munkanélküli és hosszabb ideje kábító hatású anyagokat élvező fiatal férfi, 26 éves fia, azzal ment haza, hogy amit talál otthon, értékesíthető dolgokat, azt pénzé kívánja tenni. Nem ez volt az első eset, ez már egy hosszabb ideje fennálló konfliktus forrás volt az anya és a fia között. Ez alkalommal a fiú azt találta ki, hogy a hűtőből az élelmet veszi magához, azt viszi el, de az anya ebben megakadályozta. Ezt követően pedig a fiú azt találta ki, hogy éjszaka leszereli az ereszt csatornát, és azt fogja eladni. A nő azonban megtiltotta, hogy bármit is elvigyen a lakásból, ezen vesztek össze, a veszekedésük rövid ideig tartó dulakodással fajult, majd úgy tűnt, hogy csitul ez a veszekedés, a férfi leült az ebédlőben egy székre, az anya viszont folyamatosan azt hangoztatta, hogy megöli a fiát, kiment a konyhába, ott magához vett egy 14 cm penge hosszúságú háztartási kést, visszament vele az ebédlőbe, és a neki háttal ülő fiát háromszor nyakon szúrta. A fiatal férfi fölpattant a székről, ellökte magától az anyját, és kimenekült a lakásból. Hozzátartozik a teljesség kedvéért az esethez, hogy a nő maga tette a bejelentést a 112-es segélyhívón arról, hogy megszúrta a fiát. A sértetnek a bántalmazás következtében 8 napon belül gyógyuló sérülései keletkeztek csupán, de a sértett testtájékra és az alkalmazott eszközre a késre figyelemmel fönnállt a veszélye annak, hogy meghal. Az ügyészség azért indítványozta a bűnügyi felügyeletét a nőnek, mert fennáll a veszélye annak, hogyha visszamegy abba a lakásba, ahol a fiával közösen lakott, akkor véghez vinni ezt a megkísérelt cselekményt. Január 18-án a nyomozási bíró az ügyészség indítványával egyetértve elrendelte a nő bűnügyi felügyeletét. A végzés nem végleges. A védő fellebbezése folytán a szolnoki törvényszék, mint másodfokú bíróság fog döntést hozni a kényszerintézkedés tárgyában. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!